kulcsomot 2018-ban kaptuk Istentől, úgyhogy akkor már 13 éve voltunk házasok. Úgyhogy így lettünk családdá, hogy nem a méhemből, hanem a szívemből születettünk. Volt egy ilyen boldog várakozó időszak, a reménykedő, akkor a kutakodó, hogy miért nem és hogy mi lehet a megoldás. Aztán voltak ilyen, talán úgy mondanám, hogy befelé forduló, amikor nem is egymással beszéltük már meg, hanem mindegyikünk magában. Gondolkodott, törlődött. Aztán voltak, hát ez a klasszikus mindenféle vizsgálat, és voltunk lombikosok is, és aztán megint volt egy ilyen magányos, csendes időszak, amikor aztán a férjem mondta, hogy... Hát, hogy fogadjunk akkor örökbe. Nem könnyen. És... De megküzdöttük. Vannak dolgok, amiket az ember nem tud megváltoztatni. Akármit próbálhat, az akkor is úgy van. És azért az idő kell, mire az ember azt mondja, hogy akkor uram, ezt így elfogadom. Tehát mindig azt a legnehezebb kimondani, hogy legyen meg a te akaratod. De amikor az ember ezt ki tudja mondani, akkor el tud kezdődni valami úgy. Ismertem egy asszonyt, aki két dolgot tudott, teljesen világosan, amikor már az öregségben leépült, és vittem úrvacsorát, a liturgiát végig, és az, hogy neki nem születhet egy gyereke. Ezt hordozta magába. És én azért örülök, mert nekem meg van gyerekem. Jövő Jézus, légy vendégünk, áld meg, amit adtál nékünk, amen. Nem úgy született, ahogy klasszikusan születnek a gyermekek, de az, amikor ő a mi életünkbe belépett, amikor értesültünk róla, hogy honnét fentről értesültünk, mert ez nem titok, és ez egy nagyon különleges értesítése volt Istennek. Onnétól kezdve az életemben én azt érzem, hogy megszűnt ez a nincsen gyerekem érzés, hanem ez betöltetett. Hogyha valamit majd tudni fogok öregkoromba, akkor azt szeretném tudni, hogy az úrvacsorai liturgia, és hogy van egy fiam. Amikor mentünk be a kórházba, akkor végig úgy beszéltem, hogy akkor már tudtam, hogy fiú, hogy a fiam, és még mondta is az ügyintéző, hogy azért először nézzük meg, tehát azért még ki kell mondani, hogy igen, és emlékszem rá, hogy aztán tettem fel a kérdéseimet már, mikor ott volt a kezembe, picit csecsemő is, és akkor mondta az ügyintéző, de Bogi, akkor igen? Ja, hát mondom, ez igen, persze, de ezt mondani kell? Hát persze, azt mindenki hallania kell, hogy mi igent mondunk. Hát gyönyörű kis macos volt, egy kis pici összegott, kömpölyödve, és hát gyönyörű, gyönyörű. Nagyon-nagyon jó élmény volt. Tehát ugye az az élmény volt, hogy itt vagyunk. Tehát, hogy mi vagyunk. Tehát, hogy hogy megérkezett. Igen, tehát, hogy itt van. Thank you.
érkezett be a templomba, és tudták, presbitereknek nem volt meglepetés, mert tudták, hogy lesz, de az egész gyülekezet az ilyen enyhe sok hatás alatt volt, tehát, hogy mi, akik eddig csak kettecskén éltünk, így besétált Attila bébi hordóval, mert hát akkor még tudtuk, hogy az egész Isten tiszteletet nem fogja tudni kibírni hang nélkül, viszont azért az Isten tisztelet meg Isten tisztelet legyen, tehát hogy az Úrról szóljon, és ne rólunk, tehát nem az elején, hanem akkor a végén, de mégis hogyan, és akkor úgy azt láttuk ki, hogy a záró ének alatt, a hirdetések végén, mikor bemondom a záró éneket, akkor a telefonomon beállítottam, hogy csak kétszer meg kell nyomnom, akkor Attilát fogja csörgetni, és akkor úgy belenyomtam a zsebembe, kétszer megnyomtam, és akkor Attilának csörgött, akkor Attila elkezdte felöltöztetni, Somit beputyulálni, és akkor mi végénekeltük az éneket az idő alatt, elmondtuk a áldás, közös kimeneteli imádság, és akkor kértem őket, hogy szeretném megkérni benneteket, hogy mielőtt kivonulunk, még üljetek le, mert valamit szeretnék nektek elmondani. És akkor jött be Attila, és sokan voltak, mert ez májusi időszak, ugye a pünkösdi ünnepkör, a konfirmációs vizsga volt azon a napon, úgyhogy családtagok is ott voltak sokan a templomba, és akkor látták, hogy azt mondták, hogy mi az oroszlán királyba megmutattuk, de nem olyan volt egyébként. Egyáltalán nem ezzel a szándékot, nem ilyen felmutatást történt, hanem megmutattuk, hogy itt van a fiunk, elmondtuk, hogy hívják, illetve hogy hát elmondtam, hogy a kihordója egyszer igen mondott rá, de másodszor nem tudott rá. Tehát, hogy én hálás vagyok, hogy igent mondott arra, hogy kihordja és megszüli. Adó, de az, hogy megszűnik, ezt eszközként ők vállalják akkor ezt a szerepet. Úgyhogy ezt, de másodszorra nem mondhatott, igen, mert nem volt hova vigye, és nem tudná felnevelni. Isten meg minket jelölt ki, hogy akkor legyünk itt egy háttérként, családként, gyülekezetként. Most számára ez teljesen természetes, hogy anyukám, apukám, tehát, hogy ez nem kérdésül benne még, az igazat fogjuk neki mondani, tehát, hogy nem kezdünk el ködölni, és nyilván a korosztályának megfelelő szinten tudunk erre választ adni. De így... De a jelenlétében sincs titkolva. Nincs, tehát, hogy nálunk elhangzik. Valaki megkérdezi, és ott van közel, a közelben, halló távolságon belül, és mi ugyanúgy elmondjuk, nem mondunk mást. Ön aranyosan tudja így megmutatni, hogy innét született, tehát, hogy a szívemből jött, tehát, hogy ez már egész apró kora óta így van, hogy ezt így tudja, úgy mondom, hogy tudja, hogy tud róla. Aztán, hogy ő majd magának hogyan fogalmazza meg, hogy mit jelent az a gyökere, és mit jelent ez a gyökere, vagy hogy neki tulajdonképpen egy gyökere van, tehát hogy erre majd ő milyen válaszokat ad, és hogy ezeket folyamatában hogyan fogja meglátni, azt nem tudom előre, nem tudjuk, de azért próbáljuk úgy nevelni, hogy merjen kérdezni majd, illetve ha kell, harcolja meg magába a válaszok elfogadását. Zip-zup, kender-zup, ha megállszik, kidobjuk, zsup! Az első injekciónál én fogtam a kezét, amikor beteg, akkor mi vagyunk ott mellette, amikor öröme van, velünk tudja megosztani, az, hogy megtanul dolgokat, abban mi segítjük hozzá, tehát, hogy szerintem a szülői feladatok
ezek, és ezeket mi vállaltuk magunkra az ő életében. Feltétlen nélkül szeretjük. Tehát, hogy a szeretet az nem abból fakad, hogy mi hoztunk létre kvázi, hanem az, hogy elfogadtunk téged, és megimádkoztunk téged, és akartunk téged. A bibliai neve az Illés, tulajdonképpen azért, hogy ne felejts el, hogy minden helyzetben az Úr az Isten, tehát, hogy nincs nála hatalmasabb, és soha nem lesz olyan mélység, amiben őt egyedül hagyná. És szerintem ez az, amit mindenképpen el fogok neki mondani, mikor már így odáig ért, és növekedett a kis értelme meg hite, hogy tulajdonképpen, ahogy Illés próféta ott a reketje bokor alatt a nagy magányban és az egyedül létben rossz döntést hozott volna, mert ugye akkor azt mondja, vedd el Uram az életemet, és Istennek az a válasza, hogy hát nem vagy egyedül, Illés. És ezt ő már látta, tehát ő tudja, hogy nincs egyedül, tehát ő volt egyedül hagyatva, és akkor Isten oda küldött bennünket mellé, és megmutatta, hogy Illés, nem vagy egyedül. És ezt nagyon fontosnak tartom, hogy tudja, hogy az az Isten, akihez mi tartozunk, az nem hagy egyedül bennünket. És vannak emberek, akiket magunk mellé sorakoztat Isten. Som, az pedig azért, mert elfelejtették a magyarok, hogy van egy ilyen név, hogy Som. És hát mivel Somogyban kaptuk, hát akkor legyen Som.